Közeledik az anyák napja, készítsetek valami szép emléket édesanyátoknak, magamból kiindulva én mindig nagyon örülök, hogyha valami kézikészítési ajándékot kapok gyermekeimtől. Most három különleges kártyaötletet hoztam nektek, vagy üdvözlőkártyának, vagy akár dekorációként a falra is rakhatja majd édesanyátok, készítsétek el valamelyiket, amelyiknek szerintetek a legjobban örülne. Az elsőhöz használom a haladó rajzkészletet. Teljesen jó bármilyen lap, kell hozzá majd színes papír, fehér papír, ceruza, de ez a haladó rajzkészlet, ez most került be a csorbanita.hu webshopba, és ezért arra gondoltam, hogy ezt fogom használni, és meg is mutatom nektek. Valójában ez ahhoz a sorozathoz, a rajzsuli sorozathoz csatlakozik, ez a rajzkészlet, amiben ugye megtanítom, hogyan kell szájat, szemet, arcot, kezet, majd a későbbiekben is mindenfélét rajzolni, és elég sok izgalmas része van ennek a... Ó, itt is van rögtön az orr, az is lesz majd az első részen, de most nem ezt a lapot fogom használni. Tehát ennek a rajzkészletnek sok izgalmas része van. Menjetek át, nézzétek meg webshopomban, ami amúgy is megújult, úgyhogy nézzetek körbe, ide kattintva. Szóval, kell hozzá egy sima fehér lap, ezt ebből fogom kivenni. A haladó rajzkészletben van egy fémdobozos ceruzakészlet, ugye a különböző puhaságú, keménységű ceruzákkal. 8B-ig bezárólag a két háttól kezdve mindenféle van benne. Van benne szén, van benne az a rajzpapír és gyúrmaradér is, illetve az a kis rajzszet, meg ebben a szép, szép kis táskában van, meg egy hegyező elpult. Benne. Az lesz a képes lapnak a lényege, hogy egy olyan szívecske, lufi, kicsit ilyen lufi-szerűen fognak szállni a szívecskék, szívecske kompozíciót csinálunk, amihez azért kell egy színes lap, mert erre nektek kell elkészíteni először is a mintás papírt, abból kivágjuk a szívecskéket, és azt fogjuk átragasztani majd a sima fehér alapra. Rajzoltok először egy sablont, egy szívet, én most ehhez egy lyukasztót használtam, de szabad kézzel is nyugodtan megrajzolhatjátok, vágjátok ki, és hogy egyforma legyen az összes többivel, rajzoljátok azt körbe. Most pedig ezeknek a szívecskéknek a kifestése kezdődik, engedjétek el a fantáziátokat, fessetek mindenféle mintával színes szíveket. Vagyok a szívecskékkel, most ezt szépen elrendezem több sorban, mint hogyha egy nagy lufi kupac lenne, és meghúzom a szárait, fölragasztom, és kész is vagyok az első kártyámmal. Kijelent a végeredmény a kis szívecske lufis üdvözlőkártyának. Természetesen mindenképpen javaslom, hogy írjatok bele pár kedves sort édesanyátoknak, akár azt, hogy mi volt a legkedvesebb emléketek idén vele, vagy bármit, amit szeretnétek neki üzenni, és úgy adjátok át. A következő képes lap vagy kép ötlet pedig egy olyan tulipán lesz, aminek szívecske a virág része. Ehhez ugyanúgy szükségetek lesz valamilyen alapra, ugye, amire ragasztani fogjátok, és vagy kiszínezitek a fehér papírt, és úgy készítitek el a piros és a zöld részét, vagy használhattok piros és zöld színes papírt hozzá. Először egy ceruza segítségével vázoljátok föl a szívformát, fölülre és alulra pedig a szárát és a levelét a tulipánnak. Így tudni fogjátok, hogy mekkora méretű szívre van szükségetek. Utána, ha megvagytok, akkor a piros lapra rajzoljátok föl ugyanazt a szívet, de fontos, hogy hajtsátok félbe a kivágás közben vagy előtt, hogy tökéletesen szimmetrikus szívet kapjatok, hiszen így tudunk majd tökéletes 3D-s alakzatot formálni belőle. Ha elkészültetek egy darabbal, akkor ezt még négyszer másoljátok át, vágjátok ki, és mindjárt mutatom, hogyan kell majd összeragasztani. Akár több réteg papírt is egymásra helyezhettek, és úgy vágjátok ki a szívecske alakokat, de akkor már semmiképpen
aztán se hagyjátok ilyen nagymamáitokat is, nekik is készítsetek ilyen kártyát. 4 darab szívet hajtsatok félbe, ezek fogják kiadni majd a 3D-s testet, egészen pontosan úgy, hogy így egymás mellé ragasszátok őket, és egy szívet pedig ne hajtsatok félbe, ezt föl kell egyenesen a képeslapra ragasztani, és úgy hozzá majd ezt a harmonika szerűen összeragasztott szív áradatot. Amikor kivágtátok a szíveket, tehát 4-et vagy akár többet is kivághatod, annál 3D-sebb lesz a szívecske tulipán, minél több papírból készítitek, hajtsátok félbe, és szépen egymás mellé a félbehajtott szíveket a két oldalról ragasszátok össze. Ezzel kialakul ez a harmonika szerű 3D-s szívfej, és alá pedig zöld papírból, vagy akár zöld ecsetfilcet is használhatok, alakítsátok ki a szárát, illetve a leveleit. Elkészültem a szív tulipánnal, nagyon jó kis 3D-s hatása van, hogyha elkészítitek ti is, mielőtt átadjátok ajándékba nagymamátoknak vagy édesanyátoknak, fotózzátok le és küldjétek el nekem Instagramon, használjátok a felhasználó nevemet, tegeljetek be rajta csorbanint a nevem, illetve használjátok a merjalkotni hashtaget is. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy miket csináltok, dekorálhatjátok még a papírt is, és persze itt is írhattok belőle valami kedves üzenetet. A harmadik kártya, illetve kép ötlet pedig egy kézzel rajzolt virágos koszorú lesz. Ehhez is használom a haladó rajzkészletnek a ceruzáit vázlatolásra, viszont ehhez ecsetfilcet fogok még használni, ami vagy már van nektek a 2.0-ból, vagy hamarosan lesz, hogyha a 3.0-át beszerzitek. Ugye ez már megjelent, nézzétek meg, hogy mennyi izgalmas kreatív alapanyagot tartalmaz, webshopomban ide kattintva megtaláljátok. Egy ilyen koszorú kialakításához először rajzoljatok egy kört, és utána helyezzétek el, hogy hova kerülnek a nagyobb virágok. Én most 3 nagyobb virágot fogok felhelyezni erre a koszorúra, úgyhogy ezeknek kijelölöm a helyét. Ha van kertetek, akkor érdemes kimenni és valódi virágokról inspirációt meríteni, azokat lemásolni, ha nincsen, akkor nézzetek körül a Pinteresten, vagy rajzoljátok le azokat a virágokat, amiket most én is készítek. Minél több virágot rajzoltok föl, annál részletesebb lesz a koszorú, és annál több színt használhattok, használtok tavaszi üde színeket és virágokat. Nagyon jó egyébként beleveszni ebbe a virágrengetegbe, és ezeket aprólékosan megrajzolni. Amikor a 3 fő fókuszpontjával, vagy amennyit terveztetek, készen vagytok a koszorúnak, akkor egyszerűen zöld levélkés indákkal kössétek még össze, és kezdődhet a színezés. Az Inspibox 3.0-ba egy speciális ecsetfilc készlet került, aminek nem csak ecsetfilc tagjai vannak, hanem van egy sima fekete filc tagja, illetve egy alkoholos filc eleme is. Ezzel fogom meghúzni a kontúrjait a virágnak, mert ezt, hogyha utána színezem az ecsetfilccel, nem mossa el az ecsetfilc, így nagyon szépek maradnak a kontúrok. Arra figyeltem még a 3 fő virágcsokornál, hogy mindegyik elemet mind a 3 résznél használjam, most pedig szépen mindegyiket körbehúzom fekete kontúrral, és utána fogom kiszínezni. Egyébként stílustól és ízléstől függően a kontúrozást akár el is lehet hagyni, amelyik jobban tetszik nektek. Próbáljátok ki mind a két verziót. Amikor készen vagytok a kontúrozással, kezdődhet a színezés. Filccel vagy festékkel is kiszínezhetitek. Használjátok itt is az inspirációtokat, a fantáziátokat, és szépen alakítsátok ki a virágokat. Elkészültem a harmadik alkotással is, ugye a koszorúval. Írjátok meg nekem a videó alá kommentben, hogy melyik volt a 3 közül a ti kedvencetek. Dobjatok egy lájkot erre a videóra, ha tetszett, és mutassátok meg alkotásotokat, majd merjalkotni hashtaggel. Remélem, hogy legközelebb is találkozunk, iratkozzatok fel a csatornámra, hogy így legyen. Sziasztok, szép kreatív napot!